Válságban a híres brit zenei élet. Az élő zenét játszó művészek soha nem látott kihívásokkal kénytelenek szembesülni. Russell Watson az Egyesült Királyság egyik legnépszerűbb klasszikus művésze. Elismerem, ahogy mindenki más is, hogy sötét időket élünk, de vagy valamilyen támogatási rendszernek, vagy kormányzati irányelvnek lennie kellene ahhoz, hogy tudjuk, mikor és hogyan térhetünk vissza, mondja. A The Undertones punk pop bandának a teljes éves koncertsorozatát le kellett mondania. Ha a játszóhelyek esetleg megnyílnának, a távolságtartás miatt a bevételük a korábbihoz képest visszaesne, és a zenekaroknak is kevesebb gázsival kellene beérniük, véli az együttes gitárosa. A járvány előtt a brit zeneipar szárnyalt, milliárdos bevételt termelt és turisták millióit vonzotta. A művészeti élet korlátozása a szabadúszó zenészek tiltakozását váltotta ki, ők jövedelmük tetemes részét elveszítették. A kisebb és nagyobb fellépőhelyek ajtajai hirtelen egyszerűen bezárodtak előttük. A Camdeni Roundhouse-ban a Rolling Stones-tól Amy Winehouse-ig mindenki fellépett. A koncertteremben 3000 álló és 2000 ülőhely van, de az épület most zárva, a zene pedig hallgat, mondja az Euronews tudósítója. Júliusban a kormány 1,7 milliárd eurós segélycsomagot ajánlott fel a brit kulturális élet támogatására, de az élőzenei helyszínekre fordított összegek csak a szükséges töredékére elegek. Az iparágnak más forrásokat kell találnia. Keressük a módját, hogy sokan élvezhessék a koncerteket a kis számú élő közönség mellett online közvetítéssel, vagy esetleg több fellépéssel, közölte az egyik zenei szervezet vezetője. Szavai minden esetre reményt adnak ahhoz, hogy a túlélésért folytatott harc sikerrel jár, és a zene győzedelmeskedni fog.